Az első sorokban a jubileumi diplomások foglaltak helyet a tanévnyitón, akik 50, 60 és 70 éve végeztek a nyíregyházi főiskolán. Én pedagógusként végeztem, nagyon sok gyerek volt az Árok utcán, fejeztem be a tanítást. Két osztályban 80 gyerek volt, úgyhogy nagyon boldog voltam. Nagyon örültem, nagyon szerettem a gyerekeket, ők is nagyon szerettek engem. Az új főiskolásoknak majdnem a fele pedagógus képzésre nyert felvételt idén. A 4400 hallgató közül mintegy 1500 új főiskolás kezdi meg tanulmányait a nyíregyházi felsőoktatási intézményben. A tanári képzettség mellett továbbra is a gazdálkodási, műszaki szakirányok és az informatika a népszerű a főiskola képzési kínálatában. Az intézmény sok olyan képzési területet kínál, amely piacképes diplomát nyújt, ezért is választják a nyíregyházi főiskolát. Az ünnepi beszédében az intézményvezető arra kérte a hallgatókat, hogy minden gondolatukkal, tettükkel egy olyan világot építsenek fel, amilyen világban szeretnének majd élni. Gondolják végig, hogy ők milyen világot szeretnének, és ők milyen emberek szeretnének lenni. Mert hogy az ember által alkotott robotok már a naprendszernek a külső határát ostromolják. Az összes bolygót felfedezték, de gondolják végig, hogy vajon a belső világunkban felfedeztünk-e mindent. Az ember ugye azt tartja, hogy a természetet le kell győzni, én azt kértem tőlük, hogy nézzenek belülre, és hogyha találnak legyőzni valót, akkor először magukat győzzék le, és ez sikerült, akkor ha békét tudnak sugározni, akkor egy békés világot alkossanak, és ebben nyilván a szülőkkel, segítőkkel mi is a segítségük leszünk. A jubileumi diplomák mellett az ünnepségen kitüntetéseket is átadtak.